Isten mennyi fia! Jó reggelt, Morgilát! Jól megkaptam a szabadságot! Meglátod ebben a téli napsütésben, de szép alpályi színen lesz, fiam! Épp ökölnem behagytam a fiamat! Magyikát, buduljél nekem egy nagy fölcsér! Hát se vagyok, Morgilát! Micsoda! Bocsánat, csak vicc volt! Micsoda, enyhetél! Jak vám píšu, čeho že boješ, to já vám vyšlo skazat. Lassan a gyerekeink ma azt se tudják, milyen a hó meg a jég. Görbolyból jártak. De az Úristen mi rám szegényekre is gondolt, ugye, Magyikém? Nem vágyam. Akik már nem igen tudunk lassan mi bűfűteni. Mondjanak, kamuszálmagának pont most a képernyőre se törnie, amikor végre megkaptam a szabadságot. Takarítani kő, nem tudta? De Morgibá, tudja milyen édesanyám. Tudom, fiam, de miért most kell ezt csinálni? Miért nem akkor, mikor ez a trillala megjön? Az ő oldalá se törnjön. Kiről beszél? Csak nem a művésznőrű. Hogy kitalálta? Ezért jár nekem egy feles. Maga nem tud más, csak piszkálódni. Ott van vége, ahol maga tárgya van. Na, ezt most majd a főnöke is megtudja. Főnöke, nem akarok azt átkapni maga seprűjétől? Legyilkos azon! Én csak azt mondtam, azt mondtam! Nagyon jól hallottam, hogy mit mondom! Legyilkos azon! Nagyon jól! Hadd kárám! Kiabálni egy ilyen szép napot. Már mitől lenne szép, amikor a nagyság? Ki ne mondja! Majd 20 éve vagyok hát! Több rendszer mászás túlélte! Engem nem tud fog élni ezzel a söprésével? Hallja, Janka! Legyilkoshoz! Állandóan pisztál! Mert nem egy vérhez oda már régen hallgattam. Itt a sír, már nem élni! Megjött a postás? Ja, kész, Csók. Nagyon csendet, azt hittem, végre megjött a postás. Lacuskám, jó becsike. Lacuskám, most, hogy újra békehonol kisházunk Közsi udvarán. Végre mehetek, mert várnak. Jó reggel! Jó reggel! Na hát, Csók, valóban! A művésznőtől kaptam. Ó, köszönöm most, Hányan. A művésznőtől kaptam. Gyakorlatilag! Itt egy úridő! Itt egy úridő! Na csak köpcsöm! Mert hogy nagy nap ez a mai! 25 éves a dekor, jubilálunk! Én meg 25 éve verem nekik az írógépet. De nagy ünnepség lesz a főnök engem, külön is behivatott. Jó, Janka, ez minimum prémium! És kitűnte! Emlékla! Érdemérem! Hát gratulálunk! Gratulálunk! Köszönöm, engem még soha nem becsültek a hallgatók! Jól tessék, csuda jól! Gyerekkel a leszek! Elég diszkrét? Elég diszkrét! Mama! Jó! Csibe, csak arra kérlek, hogy imádkozz értem, hogy ebbe a cipőbe épségben eljussak a dekorébe. Ha egy sikerül, Magyikám, ekkora csokit kapsz tőlem. Na, bá! Ó, uram! Csibé, most már kérhetjük, ebédeltünk, nem? Képzeld el, amikor kerültünk a Batterház mellett, Batter leesztett a sorompót, mert azt mondta, hogy jön a vonat. Pedig csak a gyomrom forgott. Mi áll bács? Nem láttak a főcsében a postás? A napok óta várom. Lacuskám, nem látom. De tudod mit? Gyere, ne is! Nekívunk egy jó ebédre, na mit szólsz? Biztos nem sokára megjön a pénzem, de nagyon éhes vagyok. Na, csibi, de rükezi. Ez egy egész palotti út van, neked. A Mihály igazi úriember.
Én. Hol a kormány, biztos elegem. Az ambulanciára. Készülök. Én is, ha lehet, mert még nem jött meg a pénzem. Olyan kellemetlen a rúzsiné miatt. Meg ilyet most nem tudnám kifizetni, de látni szeretném. Ha lehet, főtünk valami. Gyere be hozzám, ott hallod egész nap! Én meg fürdugod! Mit? Azért mondja, mert nem ért hozzá! Ha látta volna a művésznőt, amint ott állt. Tartik, vörös, fongyolában a szívvalóan. És szavalta, hogy én hívek el az emberet. Én meg számlad! Ó, te ló! Ló. Ja, hát az hófehér ruha volt. Ártatlanságon jelentőket. Nos, fiú? Mehetünk? Lakmus? Azért hivatott be külön a főnök, hogy közölje, hogy többet nincs rám szüksége.
Eladták a céget. Világcég lesz. Eurodekor. Mindent számítógépesítenek. Amikor bevezettek az irodába, ott álltak az új tulajdonosok, meg a személyzet, csupa fiatal. Friss pirkkel mondták. Na Janka, tud három nyelvet legalább, mondta a főnök. Ma látja Janka. Hát ennyi a hűség. Ennyit ért a 25 fél. Ennyit ért az életem. Hogy én milyen nevetséges vagyok. Majd ezt a művésznőnek legyen szíves Mali visszaadni. Fáradt lettem olyan. Most vettem észre, hogy annyira elfáradtam. Majd most kérem Aranka. Nem vagyok itt van senkinek jó. Anyukám! Most nincs csoki. Nem zavarjon senki, jó? Valami.
Kilakoltatás. Csibe, kilakoltatnak bennünket. El kell mennünk még karácsony előtt. Ez lehetetlen. Csibe, aztán gondoljanak ám rá.
maga meg vigyázzon erre a gyönyörű család. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Morti bá, ezt vegye föl. Magára tűzött. Na hát, Aranka, sosem volt ilyen szép sapkám. Köszönöm szépen. Így van, de nem csak veled, Matikám, hanem itt van a villanyolvokkal. Tudjátok mi? Énekeljünk egyet a búcsúzóul. Emlékeztek arra, amikor nyáron énekeltünk a tábor tűzben? A szeretetről? Na, add ide fiam azt a gitárt. Ne, Donász. Ez a szó, hogy szeretet, minden nyelven él. Legyen nyugat vagy kelet, észak bár vagy dél. Ez a szó Istenről szól, mert ez önmaga. És hogy így megismerjük, eljött Krisztus, így vagyunk, meglássa így a világ.